Jó napot kívánok mindenkinek, egy Mitsubishit nézzünk meg. Ráadásul ez egy Colt, és ez az M3 autóparkban van. És meg is mutatnám akkor a műszaki vizsgáját, hogy 2014. 9. hóig van rajta. Ami annyit jelent, hogy ez másfél év majd, hogy nem. A hátsó csomagterében benne van egy kis ajándék, tető csomagtartó, már akinek szüksége van rá. Jó nagy hangszórók vannak itt hátul, illetve tele kábelezve az egész kocsi. Egy piros színű autó, egy tűzpiros mondjuk rá, viszont vannak rajta barna foltok, mégpedig azért, mert vannak rajta korróziók, illetve javítás nyomok, hogy ezt itt javítgatta a gazdája, kisebb-nagyobb sikerrel mondjuk rá. Belenézhetünk a belsőbe, és megnézzük, hogy beindul-e ez a szekér. Itt is vannak egyéb hibák, amik igazából nem annyira szépek, mondjuk rá. Viszont nagyon olcsó az autó, és jó sok műszaki van rajta, talán ez kárpótolható dolog. Mindjárt meg is nézzük, van itt egy jó kis sportkormány, hogy valami jót is mondjak az autóról. És nézzük, hogy hogy indul a szerkezetünk, az 1.3-as benzinesünk, 75 lóerővel. Így igaz, tehát az autó szépen indul, normálisan is szépen jár benne a motor, check engine, az is szintén elzárt, és a dudánk nem jó, tessék, még mindig csak rosszat tudok róla mondani. Itt sok mindent nem tudok mutatni, az autónak ez a belseje, és használható így ránézésre belülről is. Nézzük meg a többit is, a gumi viszont jó rajta, sőt, nagyon jó, és eredeti gyári Mitsubishi alufelnivel van az autón. Nézzük meg hát, hogy tudok valami jót mondani. Szépen jár benne a motor. Tornyok korróziómentesek. És az aksi is rendben volt, hiszen jól indult az autónk. Ez a része szerintem így rendben is volna, tehát motorikusan az autó jó. És még egyszer mondanám, hogy jó sok műszaki van rajta. Tehát így nézett ki, a Mitsubishi voltunk, M3 autóparkban voltunk. Jöjjenek el önök is hozzánk a viszontlátásra.